Lázmérés és kérdőív várja a turistákat Spanyolországban. Elfogadta a miniszterek tanácsa az új normál kerékvágás törvényét. A legfőbb ügyészségnél az ex-király korrupciós ügye. Üdvözlök mindenkit! Lázmérés és kérdőív kitöltés. Ezek lesznek a turisták első élményei landolás után Spanyolországban. Július 1-től szabadon be lehet majd utazni az országba, azonban az extra ellenőrzésen mindenkinek át kell esnie annak érdekében, hogy ne terjedhessen el újra a koronavírus. A Kanári és a Baleár-szigetek július előtt megnyitná határait, de ezzel kapcsolatban még várják a kormány válaszát. Ami biztos, hogy júliustól a Spanyolországba érkező külföldieknek lázmérés után be kell számolniuk arról, hogy kikkel voltak kapcsolatban az elmúlt időszakban, találkoztak-e koronavírussal fertőzött emberrel, illetve tapasztalták-e magukon a betegség valamely tünetét. A gyanús eseteket a legmegbízhatóbb PCR-tesztekkel fogják tesztelni a repülőtereken. Ugyanez a procedúra vár azokra is, akik hajóval vagy közúton érkeznek Spanyolország területére. Elfogadta a miniszterek tanácsa az újfajta normál kerékvágást szabályozó törvényt. A kormány már megszerezte a baszk nacionalista PNV párt támogatását is, és tárgyal a Ciudadanos-szal, valamint a katalán ERC-vel. Így várhatóan a kongresszus is megszavazza a rendelkezések törvénybeiktatását. Eszerint a szükségállapot után, tehát június 21-ét követően is kötelező lesz maszkot hordani nyílt és zárt térben is, abban az esetben, ha nem tartható fenn másoktól a másfél-két méteres távolság. Azokat, akik megszegik a szabályt, 100 euróra büntethetik. A törvény kötelezővé teszi az általános távolságtartást, valamint a gyanús esetek azonnali tesztelését, továbbá a kórházak jobb egészségügyi felszerelését. Salvadoria egészségügyi miniszter elmondta, a törvény addig marad érvényben, amíg meg nem szűnik az egészségügyi vészhelyzet. Nem védhették magukat a spanyolok, mert nem tudtak a veszélyről. Ezt állítja jelentésében a nőnapi tüntetések és a koronavírus járvány elterjedése közti összefüggéseket vizsgáló bíróság orvos szakértője. Ez már a második jelentés, amelyben az ügyet vizsgáló törvényszék a kormányt teszi felelőssé a koronavírus elterjedéséért. Ebben a dokumentumban az áll, ha lefújták volna a március 8-ai tüntetéseket, akkor elkerülhető lett volna a betegség széles körű terjedése. Ha nem is törölték volna el a demonstrációkat, de figyelmeztették volna a lakosságot a veszélyre, mindenki körültekintőbben vonulhatott volna fel, megtéve a szükséges higiéniai és biztonsági intézkedéseket saját és mások védelme érdekében. Ugyanakkor a jelentésben az áll, nem lehet tudni, hogy a tüntetéseken részt vette olyan ember, aki hordozta a COVID-19-et, vagy pedig olyan helyeken terjedt rohamosan a betegség, ahol szintén tömegek gyűltek össze, például tömegközlekedési eszközökön vagy közintézményekben. Az államot védő ügyvédi iroda az ügyet vizsgáló bírót bűncselekmény bizonyítékainak erőszakos keresésével vádolja. A legnagyobb ellenzéki párt, a PP vezetője Pablo Casado a jelentés elolvasása után közölte, a kormány későn és rosszul cselekedett, miközben láthatta a tömegkatasztrófa közelettét. Szerinte Pedro Sánchez kormánya alábecsülte a koronavírust, ezért lett drámai a helyzet Spanyolországban. Állandósulni látszanak a politikai csatározások, miközben az ellenzék a járvány elterjedésével vádolja a kormányt, utóbbi visszatámad. A madridi egészségügyi hivatal tanácsadójának azonnali menesztését követeli. Az ország élén álló PSOE és Podemos, továbbá a Más Madrid nevű párt szerint Enrique Ruiz Escudero hanyagul kezelte a madridi idős otthonok ügyét a járvány idején. Állítólag nem küldte kórházba a COVID-19-el fertőzött fekvőbetegeket, csak azokat, akik a saját lábukon tudták elhagyni az otthonokat. Escudero és Madrid közösség elnöke Isabel Díaz Ayuso szerint ez a lépés nem történt meg, csak egy volt a lehetséges forgatókönyvek közül, amely sosem valósult meg. Emellett a legfőbb ügyészség átvette első János Károly előző spanyol király ügyét, akit pénzmosással és korrupcióval gyanúsítanak. Még az előző kormány idején 2011-ben gyanús szerződéseket kötött Szaúd-Arábiával a Mekka és Medina közötti gyors vasútvonal megépítésével kapcsolatban, melyet 2018-ban avattak fel. Az ügyben elvégzett korábbi nyomozási adatok láttán első János Károly fia, 6. Fülöp márciusban úgy döntött, lemond az apjától származó örökségről.
A legfrissebb spanyolországi hírekért érdemes feliratkozni a csatornámra, a képernyő jobb oldalán látható feliratkozás gombra, vagy a videó végén az arcképemre kattintva. Aki pedig hasznosnak találja a munkánkat és támogatna bennünket, az megteheti a videó leírásában lévő linkre kattintva. Nagyon szépen köszönünk minden segítséget!